gyorsabb és áramvonalasabb csatlakozási folyamatot ígér a tagjelölt országoknak az Európai Bizottság új javaslata. Várhelyi Olivér bővítési biztost arról kérdeztük, ez a csomag lehetővé teszi-e a csatlakozási tárgyalás megindítását Észak-Macedóniával és Albániával. Szerintem igen, azért csináljuk, hogy lehetővé váljon. Ez az első lépés, még elég sok munka van előttünk, de ez egy nagyon fontos lépés, ezzel tudjuk újraindítani az egész folyamatot, és ezzel szeretnénk mindenkit arról meggyőzni, hogy ez a folyamat, ez egy jó dolog, erre Európának szüksége van, és ezt együtt meg kell, hogy tegyük, meg kell, hogy csináljuk. Köszönöm szépen! A dokumentum kiemelt területként kezeli a jogállamiságot és a demokráciát, a reformok végrehajtását pénzbeli forrásokkal jutalmaznák, a lassú előrelépés esetén viszont szankciók is jöhetnének, súlyos esetben pedig felfüggesztik a csatlakozási tárgyalásokat. A kérdés továbbra is az, felkészült-e Európa az új tagországokra. Is Europe ready to accept new members? Nehéz erre válaszolni, de szerintem rajtunk múlik, hogyan kommunikáljuk ezt. Észak-Macedónia kormánya üdvözölte az új iránymutatást, a bizottság még május előtt megnyitná a csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával.